Két héttel ezelőtt a juniorok fináliát rendezték meg Nyíregyházán, ezen a hétvégén pedig a kadettek lépnek pályára. A legjobb 8 csapat Szolnokon harcol majd az érmekért, a B-döntőnek viszont a Tiszavasvári úti csarnok ad otthont. A Nyíregyházi Sportcentrum együttesének egészen a rájátszás végéig esélye volt arra, hogy a keresztjáték során az A-döntőbe jutásért játszon, azonban az eredmények úgy alakultak, hogy néhány pont az ellenfelek javára döntött a versenyfutásban. Sajnos egy hajszálon múlott, hogy esetleg keresztjáték segítségével nem jutottunk be az A-döntőbe, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a regionális bajnokságtól ez volt a célunk, hogy legalább egy B-döntő sikerre jön összehozni, és itt bizonyíthatunk. Most hazai pályán játszunk, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni, és ennek fényében fogunk neki menni pénteken a körmennek. Bodnár Balázshoz hasonlóan Kuruc Ádám is tagja volt a két hete bronzérmet szerző junior csapatnak. A fiatal kosaras szerint a motivációval a kadetteknek sem lesz gondjuk. Én úgy gondolom, hogy így év végére főleg elég jól összeszokott a csapat. Nagyon motiváltak vagyunk, és úgy gondolom, hogy a B-döntő mindenki a legjobbját próbálja adni. A mezőny igen kiegyenlített, de úgy gondolom, hogy itt hazai pályán, hazai környezetben igen jó esélyünk van sikeresek lenni. A lebonyolítási rend szerint a 8 csapatot 4 párba sorsolták. A kieséses rendszerű tornán a hazaiak a körmend ellen tehetik meg az első lépést a 9. hely megszerzése felé. Egyedül őket nem ismerjük, az összes többi csapattal találkoztunk. Annyit tudok róluk, hogy általában zónát védekeznek, készülünk is rá természetesen, és ami még természetesebb, szeretnénk minél előrébb végezni. És mindenek előtt a gyerekek miatt, mert annyira oda tették magukat, olyan partnerek, tulajdonképpen barátokhoz jövök. A torna programja pénteken 13 órakor a Sopron vásárhelyi kosársuli mérkőzéssel kezdődik a Tiszavasvári úti sportcsarnokban. A folytatásban a Kőbánya Pécs és a Baja Zalaegerszeg találkozó következik, a Nyíregyházi Sportcentrum körmend meccsen pedig 19 órakor dobják fel a labdát. Másnap a győztesek a felsőházban, a vesztesek pedig az alsóházban folytatják. Vasárnap döntenek a csapatok a végső helyezésekről, a finálé 15 órakor kezdődik majd.